Jelentős múltra tekint vissza az Ötvös Kupa nemzetközi utánpótlás torna, az elmúlt egy évtizedben a legjobb hazai csapatok mellett számos, a sportágban jelentős erőt képviselő ország fiataljai is ellátogattak Nyíregyházára. A tendencia nem, a torna neve azonban változott ebben az évben. A szervezők idén is mindenképpen nemzetközi mezőnyt szerettek volna összehozni, ami sikerült is. A tavalyi tornagyőztes kastraiak ugyan az utolsó pillanatban kénytelenek voltak lemondani a részvételt, a nagyváradiak viszont ott voltak a mezőnyben. Három kiemelt nemzeti akadémia, a pécsi, a debreceni és a budapesti honvéd képviselői is pályára léptek a Vecsik, illetve a zrínyi Tiszavasvárúti csarnokában. Mint a rendező klub elnöke elmondta, az pedig kézenfekvő volt, hogy ettől az évtől az edzőlegendának számító Sallai József emlékelő tiszteleg a torna. Senki nem dolgozott és nem tette annyit a nyíregyházi kosárlabdáért, azért, hogy legyen minőségi kosárlabda felnőtt és utánpótlás Nyíregyházán, mint Sallai József, vagy itt az eredményt is záró, akkor mondtam, nem túlzás azt mondom, hogy ha ő nem lett volna, mi se lennénk most itt. A torna kapcsán sokan méltatták Sallai József munkásságát, aki számtalan később az élvonalig és a válogatottságig is eljutó játékos ismertetett meg a sportággal. Fia, aki játékvezetőként az A-csoportban is fújta a sípot, elmondta, hogy ő mit kapott édesapjától. Én is tanítványa voltam, tehát ugyanazt elmondhatom, egyrészt a kosárlabda sportág iránti szeretetet, rengeteg barátot, rengeteg ismerőst, a tiszteletet, a küzdeni akarást, a sportszerűséget többek között. A szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg megyei utánpótlás referense szerint színvonalas mérkőzéseket vívtak a csapatok, és a papírforma érvényesült azzal, hogy a három nemzeti akadémiai együttes végzett az első három helyen. Én úgy gondolom, hogy az U15-ös korosztály egy viszonylag nehéz korosztály, hisz a serdülő korosztályból kiöregedő, és az U16-os korosztályban még úgymond bele nem öregedő, hogy ilyen szép magyarul fejezzen ki, a játékosokról van szó. Nagyobb méretű labdával kell nekik játszani, sokkal, de sokkal inkább fizikai jellegű a játék, tehát fizikai képességfejlesztésen, technikai képzésen óriási hangsúly van, taktikai képzés itt még nem kimondottan kiemelt jelentőségű. Én úgy gondolom, hogy az első három helyen végzett csapatok megmutatták a tornán résztvevő csapatoknak, edzőiknek, illetve a kilátogató szurkolóknak, hogy jelen pillanatban Magyarországon ilyen magas szinten tudnak már 15 éves korukban is a játékosok kosárlabdázni. A tornát végül a Rádgéber Akadémia csapata nyerte, miután a döntőben 11 ponttal legyőzte a Deac Akadémia együttesét. A harmadik helyet a budapesti honvéd akadémistái szerezték meg a Szolnok előtt. A Nyíregyházi Sportcentrum fiataljai az ötödik helyen zártak, a rendező NKK Ötvös gárdája pedig a hetedik helyen fejezte be a Sallai József emléktornát.